zöld és csörömpöl, és jöttem ki nagyon üldözve, hogy mi történt, és akkor néztem, hogy semmi sincs, még egy kukám sem, mindent úgy kellett összeszedni. Az egyedül élő Herceg Istvánné meséli a tegnapi vihar következményeit. Lesöpörte a szél a ház tetőcserepeit, a könnyebb tárgyakat elrepítette az udvarról. A szomszédház kéményét le is rombolta, az itt élő Bajtai Istvánnének a kazánja is tönkrement, így ő egyelőre nem tud fűteni, a lányához kellett költöznie. Tönkrement a kazán, kémény, cserepek, gerenda, szarufák, deszkák. Kovács Jánosné udvarán a fenyőfát csavarta ki szinte tőből a vihar. Már mikor kijöttem a hátulban a konyha, kijövök a verendán, látom, hogy itt fekszik a nagyfa, mondom, ez volt az. Kerek Oszkár polgármester szerint ilyen vihart még nem láttak a hortiak. A pár perces szélvihar után az önkormányzat, a horti önkéntes tűzoltó és katasztrófavédelem munkatársai, a hatvani tűzoltók és a helyi lakosok órákig takarítottak. Szinte robbanásszerűen jött végig a falunak ezen a szakaszán, a déli, délkeleti részén, és jelentős károkat okozott. Ezt még a biztosító nem mérte föl, tehát nem tudjuk a pontos értékét. A Heves megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint 70-80 km/h erősségű szél söpört át a község egy részén. A délután 4 óra tájban kezdődő vihar pár perc alatt söpört végig. A Heves megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz 26 lakossági bejelentés érkezett, ebből 14 esetben kellett tűzoltóinknak beavatkozni. Antal Erika hozzátette, megyénk tűzoltóit még Gyöngyösre, Hevesre, Noszvajra riasztották, személyi sérülés sehol nem történt. A károk becslése folyamatban van.